Itt az év vége, nem sokára kitör a nyári szünet. Sok diák számára ez az elismerést is jelenti, hiszen aki szorgalmasan tanult a tanévben, átvehette a neki járó jutalmat. Ekkora teljesítmény mögött, amit ezek a fiatalok letettek már az asztalra, nagy munka van, sok szorgalom állott, sok akár lemondás és sok erőfeszítés mellette, viszont amiben sikert értek el, bízom benne, hogy szeretik is, és boldogságot is jelent ez nekik. És hogyha pedig egy eredményt tudnak elérni, az nyilván könnyen és jobban motiválja őket. A Gorzium zenekara énekel köszöntötte diáktársait a Himerház báltermében. Az énekes diák is csak egy a tanulók közül, és mint mondja, sokszor bizony nem egyszerű a szép eredmények elérése, sok szorgalomra és kitartásra van hozzá szükség. Ő és a csapat többi tagja sem tettek másképp a tanév során. Minden héten szoktunk próbálni, minden héten van zenekari gyakorlatunk, és ezeken a gyakorlatokon mindig próbálunk a legtöbbet kihozni magunkból, és gyakorolni, készülni. Az ünnepi eseményen a szakma kiváló tanulója, az országos szakmai tanulmányi, valamint az ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak tanulmányi versenyeken sikeresen szereplő tanulók és felkészítő tanáraik munkáját ismerte el a város vezetése.